Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit! Akadémia új telepvegálló helyre jöttem most ki. A menetrendváltással adtak át, így több év után. Hát most éppen nézünk Pécel fele, vagyis hát ugye Rákos borzasztó, ahogyan szokták emlegetni itt Rákos Liget, Rákos Csaba meg a többit. És eredetileg, mikor az átépítés elkezdődött, akkor az volt a terve, hogy ezt a harmadik vágányt is ki fogják építeni, és három vágányos lesz Rákostól Rákos Ligetig. Aztán ezt végül lehúzták a tervből, viszont most az újabb terv az, hogy egy külön projektben, de mégis megcsinálják. És ennek látszik itt valami előszere, hogy eddig megvan a vágány. Ugye a felső vezeték még nincsen fölötte, viszont újra van építve, így láthatólag. Ez vagy pont a másik irányból fúj a szél, úgyhogy most errefele tartom inkább a kamerát, hogy azért halljatok is valamit, ne csak a szélzajt. Szóval ilyen standard, ilyen újonnan épült, vagy átépült megálló helyet mutat, hogy fiakolós peron, van egyébként térvilágítás és hangos bemondás is. És akkor már mindjárt megnézzük akkor még a megállónak a többi részét is. Itt van a másik rész, hát reméltek a szélzaj nem kavar nagyon be, azért kicsit igyekszem hangosabban beszélni, hogy egyébként ennek a megállónak már volt egy elődje, nem pont itt, de volt egy városszéli teleplevű megálló még egészen az 50-es évekig, ami ott volt, ahol most egy aluljáró van a Danonnál, a 67-es busznak a Danon aluljáró megállója, és a 68-as busznak azt hiszem a Legény Rózsa utca, talán nem tudom valami. Na, ezt most javítsatok majd ki, mert most ezt tényleg nem tudom, és most így lusta is vagyok utána nézni, meg mondom őszintén, de hogy a Sinek túloldalán meg a 68-as busznak a megállója. Hát az egykori megálló az ott volt. Hát nem pont oda épült vissza, bár igazából azt mondanám, hogy azért ott is lenne most is létjogosultság a megállónak. Ugye hát eleve két járatra is át lehetne szállni, viszont így ilyen szempontból viszont talán jobb helyen van ez a megálló, hogy egyrészt ugye amire a nevét kapta az a telep, az itt van a szélén. Hát itt főleg inkább ilyen földszintes házak vannak, nagyobb lakótelepek nincsenek, de ne nyilván aki az itt élők is szeretnének utazni. Hát ilyen szempontból jó, másrészt meg az, hogy közelebb van ugye a város határhoz, tehát a Pesti úti dugót itt jobban ki lehet majd kerülni, hogyha valaki itt száll át a vonatra. Mert igazából ez lenne a funkciója szerintem inkább, de hát ezt most csak én gondolom így egyébként, hát javítsatok nyilván a tévedek, hogy nem is igazából az itt élőknek, hanem akik távolabbról járnak be, és ugye a reggeli Pesti úti dugót itt ezzel nagyon jól ki lehet kerülni, hogyha itt száll föl a vonatra, és akkor itt gyakorlatilag pikpakben van a keletibe, mert innen 5 perc alatt be lehet érni Rákosra, még 5 perc Kőbánya felső, onnan meg 5 perc a keleti. Tehát körülbelül egy 13-15 perc alatt beír a keletibe, és nem okoz problémát itt a Pesti úton kialakuló dugó reggelente. Hát egyébként nyilván ebben az üzemben szerintem már régóta nincsen kiszolgálás. Na most látjátok, így újonnan visszaépült minden, tehát ott van a legyen kapuja, de majd meg fogom nézni a peronnak a másik végét is. Ja, szokásos üzem. Fedett peron is megvan. Padok. Na, a másik irányból elég erőteljes orkán van, úgyhogy inkább errefele videózok. És egy B+-szel parkolót azt eddig nem láttam, de ilyen biciklitárolók vannak, tehát B+-szel megvan, és hát mert ez lenne a B+-szel parkoló? Hát ez mondjuk elég sovánka, tehát így ahogy nézem, tehát ezt lehet, hogy majd későbbiekben bővíteni kell. Hát olyan most még menetrendváltást óta működik a megálló, még azért nehéz belülni, hogy az elége vagy sem. Szóval ilyen szokásos digitális kijelző megvan. Ja, fél óránként állnak itt meg vonatok. Ahogy látjátok minden irányból, tehát óra 20-kor megy Gödöllő fele, óra 8 meg 38-kor pedig a keleti fele megy minden vonat. Tehát majd 10 percből fog jönni egy. Hát szerintem majd a fél órával később lesz az, amivel én sem tudok menni. És aluljáron lehet áttenni a túloldalra. Van lift is, hát az átadáskor nem működött, erről többen is csináltak videót. Megnézem, hogy hát most bár úgy látom, hogy nem, már most látom a kiírást ott fenn, hogy üzemen kívül. Hát elég, és azt mondom, hogy ezt meg lehetett volna csinálni. De azért több év csúszással adták át, lett volna idő addigra beüzemelni a liftet, tehát ezt én sem értem, hogy ez miért van így. Nem, a legtöbb ugyanan átadott állomáson a liftet nem sikerült beüzemelni, Gödöllőn sem működik, ugye tegnap pont ott szálltam le a vonatról is. Aztán mióta átadták és a lift az ott sem működött még soha. Legutóbb, amikor a Szódon voltam, akkor ott sem működött, aztán
Ugye azóta nem jártam arra, nem tudom, hogy működik-e még. Már de hány ilyen megállót lehetne sorolni, ha megépítették a liftet és nem működik. Szintén pozitívum, ezt azért kell mondani, hogy láthatóan be van kamerázva. Az állomás, egyébként az állomásod is láttam kamerát, csak aztán filmeztem le, de van. És az aluljáról is, tehát ez az elvált minimum legalább, hogy be legyen kamerázva, hogy mondjuk egy év múlva is így nézzen ki, ahogy most látjátok, és ne legyen összefirkálva, szétverve minden. Akkor most hallottátok a hangos bemondást is. És ami még szintén pozitívum, bár ez manapság, mert ilyen mindenhol megépítik, a vájú, amin keresztül fel lehet tolni a biciklit. Még praktikus lenne egyébként a másik oldalra is tenni, mert itt azért így megdöntve, de azért tudja, hogy fel lehet tolni, csak azért így nem annyira kényelmes. Viszont a bicikli feltoláshoz ez a vájú az nagyon hasznos tud lenni. Hát a liftet meg ugye be kéne üzemelni, meg üzemeltetni kéne, hát erre valami megoldást azért lehetett volna már találni egy év alatt. Jó, hogy nyilván ha az egyik nem működik, akkor a másik se fog. Ezen már nem is lepődünk meg. És akkor mindjárt megérkezik majd a vonat. De addig is akkor megnézem a másik oldalát is a peronnak. Akkor itt vagyunk a peron végénél. És akkor egy kis érdekesség, hogy ugye a két átmenő vágány az itt van. Ugye most vagyunk a másik peronnál, és itt a harmadik vágány, és akkor visszaépül. És egyébként ebből voltak. Mert hogyha majd megnézitek azt a videómat, amit még akkor csináltam, amikor még itt az építkezés nem kezdődött meg. Hogy nagyjából az a vágány az akkor is ugyanitt volt. Itt azért minimális eltolások voltak, mert ugye itt a széles peronhoz helyet kellett neki csinálni. És akkoriban fel is szedték itt ezt a harmadik vágányt, és az azóta építették vissza. Tehát itt azért már sikerült ebbe beépíteni, hogy villamosítani kell, és bekötni Rákoson, meg Rákosligeten is a Bizbertbe, és akkor már lehet ezt használni. Tehát szerencsére ezt meg tudták oldani. Akkor még elnézek a peronnak a másik végére, és egyébként ott a felüljáron szokott, a 67-es járat közlekedik ott. Itt megy tovább Rákoskeresztúr fele. És érkezik Gödöllő felől a vonat. Egyébként felszállók a peronon már most is vannak. Valószínűleg leszállók is lesznek, de majd mindjárt kiderül. Szám szerint egy leszálló volt és három felszálló. Jó, hát nyilván így néhány héttel az átadás után még azért messzevenő következtetéseket nem lehet levonni. Meg azt azért feltételezem, hogy a reggeli csúcsban itt azért jóval többen használják ezt a megállót. Mert egyébként szükség volt rá, azt el kell mondani. Az iparvágány kiágazás, meg hát itt látjátok a legjobban. Hát a vágányzáló solompót azt kicserélték. Meg egészen az iparvágány kapujáig fel is újították a becsatlakozást. És bizony itt van a háttérben a becsatlakozása az iparvágánynak. Félvonalon azért, ha nem muszáj, nem mászkálunk nyílt vonalon, megmutatom így. És itt látható még az iparvágánynak a becsatlakozása. Valószínűleg nem azért állították ezt helyre gyártépítés után, mert közeljövőbe terveznek vele. Látjátok, ott benne a telepen belül is még van két vágány, de nem hiszem, hogy ide. Csak az elmúlt pár évben is jöttek volna vonatok. Hanem mert ugye eddig is egy papíron aktív iparvágány volt, és akkor az eredeti állapotot helyre kellett állítani.
Meg hát nyilván a telep is azért nagyobb így az értéke, még a most nem is használják, de hogy van egy aktív vasúti kapcsolata. Hát ez mindenképpen jó, hogy gondoltak a jövőre. És látjátok, egy új vágányzáró sorompó és egy új siklasztósarú. Igen, egyébként kedves dolog, hogy el van kerítve, viszont eme oldalt meg nincsen. Ezt látjátok, hogy itt megszűnik a kerítés, tehát itt akár be is lehetne a telepre menni, de mivel magánterület, én nem fogok bemenni. És ott a távolban látszik a vágány vége. És itt még van egy régi pályatelefon, és hát ugye itt lehet engedélyt kérni. Ugye az mozgásokra, hát másik része az már szét van szedve. Már a mézka csatlakozó sincs meg. Itt még a geotextil is látszik. És jön a gödöllői személyvonat. És itt van a P+L parkoló. Ezt a későbbiekben majd lehet, hogy még bővíteni kell, hogyha többen fogják használni a megállót. És itt van a buszmegálló. Nézzük meg, hogy mire lehet itt átszállni. Vagy mire lehet átszállni a vasútra. Yeah, nyilván 161, 162, 262, 202-es. Ott itt vagy az Örösre, vagy pedig Kőbánya fele mennek innen a buszok. Hát olyan szempontból tényleg jó, hogyha bedugul a Pesti út, akkor itt ki lehet kerülni. És a belvárosban jóval hamarabb el lehet jutni. Hát ugye az Örstől még a keletiig még egy olyan 6 perci metróval az út. Hát vonat mindenképpen gyorsabb innen. És itt van a B+L parkoló, meg 3 BLC lejátszó. És ami szintén pozitívum, és ezt azért nagy pozitívumnak kell felírni, hogy a kerékpártároló is be van kamerázva. Meg a B+L parkoló is. Ez vagyonvédelem szempontjából fontos. És akkor nincs más hátra, mint a 10 perc múlva jövő vonatot megvárni és azzal visszamenni. És akkor ez a kis akadémia új telepi bemutató videó az ennyi lett volna. Perceken belül megérkezik a vonat, és azzal visszamegyek Kőbánya felsőre. Úgyhogy köszönjük, hogy ezt is megnéztétek, majd találkozunk egy másik videóban. Sziasztok!